Sziasztok! Sziasztok! Ez egy kis összefoglaló arról, hogy mi történt a 6-án, meg úgy azóta mi az, amit így összetudtam gerebézni. Általában az a gerebézés az én dolgom. Tehát, mi történt 6-án? Ott volt szerintem legalább 1,5 millió, de lehet, hogy 2 millió hazafi, akik békésen tüntettek. Néha ordítoztak egy picit, vagy fölemelték a hangjukat, de az egész békés volt. És volt olyan része, amikor olyan halk volt minden, hogy szinte lehetett volna hallani, hogy valami leesik. Úgyhogy ott volt 1 millió ember. Ez az egész békés dolog elkezdődött reggel, már azt mondom, hogy 6-7 órakor már voltak, vagy 30 ezeren, és ez a tömeg nőtt. Utána a Fehérháztól és a Fehérház előtti hatalmas térről átmentek az emberek a Kapitóliumhoz. Még mindig békésen vonultak az egész városon keresztül. Még szemetet se lehetett látni. Ahol volt szemét, ezt direkt figyeltem. Ahol volt szemét, ott egy kupasz volt a szemét, mert nem raktak ki szemetes kukákat. De nem az volt, mint egy bizonyos helyeken, ahol mindenhol szemét, és lehet látni, hogy keresztül, mint egy csorna. Tehát még a szemetet se dobták el. Biztos van kivétel ez a dolog. De mindig nem ez a lényeg. Átmentek az emberek a Kapitóliumhoz, és megjelent 4 busz. 4 fehér busz. Erről van videó. Előttük egy state trooper. A state trooper az nem rendőr, az az állam által alkalmazott, mint a sheriff, körülbelül olyan. A state trooperek azok, akik az állami autópályákat tartják rendben és tartják kontroll alatt. Tehát, hogyha egy ilyen állami autópályán mész, akkor nem a rendőr fog elkapni, hanem ez a state trooperek mennek utána. Mindegy, ezek kíséretében jelentek meg ezek a buszok, és antifa emberek voltak ezeken a buszokon, és oda vitték őket a Kapitóliumhoz, amikor már tömeg ott volt. Ezek voltak a legelső sorokban, akik végül is betörtek a Kapitóliumba. Az érdekes, az lehet látni erről videót, hogy belül, a Kapitóliumon belül készül a videó. Egy ember van ott, aki megy az ajtó felé, pont akkor betörnek, ő megijed és hátrál. Egy ember van mögötte, a kamerás. Hogyan? Betörnek, idézőjelben, bejönnek az emberek, megjelenik az első ember, mögötte a második, mit csinál? Egyből térdre ül, vagy letérde a földre, és kamerával kattogtat. A második ember, aki be tudott jutni a Kapitóliumba, annak volt egy kamera a kezébe. És azok a fényképek jelennek meg sok helyen. Ha ez nem egy setup, akkor semmi. Az, hogy akik meghaltak, vagy nem haltak, vagy az sem biztos, hogy igaz, az majd az is ki fog derülni biztos. Tehát ez az egész egy setup. Már elég sok olyan szót mondtam, amit nem kellett volna mondani. Oda kell figyelni. Oké. Tehát ezekről videóval, amikről most beszélek, ezek videók ki vannak elemezve, meg vannak osztva, stb. Ezeket előbb vagy utóbb remélem, hogy fogod látni ezeket a videókat. Egy másik érdekes dolog. A 2020-as év során a Szarosnak az emberei folyamatosan mit csináltak? Tüntettek. A CNN folyamatosan azt harsogta, hogy ez békés tüntetés. Mit csináltak? Több milliárd dollár kárt. 30 ember életét vesztette, rendőrök, ártatlan emberek, itt még gyerekek is, a tüntetést, amit csináltak. Leégettek számtalan autót, összetörtek számtalan szobrot, állami tulajdonban lévő épületeket, magántulajdonban lévő épületeket kifosztottak, szétloptak, szétzúztak. Ez volt a CNN-nek a békés tüntetés. Tegnap a Kapitóliumnál betört egy ablak, nem tudom, hogy más történt-e. Lelőttek egy hölgyet, ami még vita kérdése, hogy hogyan, meg miképpen, erről is vannak videók, erről majd lehet, hogy beszélni kell. Mit harsog a CNN? Hogy terrorista, a Trump terrorista akció.
És beállítják ezt a 2 millió embert, aki békésen tüntetett, köztük engem is, minthogyha mi terroristák lennénk. Ez történik. Ez a média. Nézd meg a tényeket. Eszmetlen. Tehát azt kenik rá a szőke embernek az embereire, amit ők csinálnak. De nagyon durván. Mi van még itt? Ez az arról volt jó, hogy egy nagyon sok laptop más kézbe került. Új kezekben vannak a laptopok a Kapitoliumból. Akik ott benn ültek, azok úgy félnek. Nem tudtam, hogy tudod-e, de a Nancy, a P betűs, a háza előtt a garázs ajtóra rá lett írva egy-két érdekes dolog, és egy levágott disznófej volt a garázs bejárónál. Szerintem az a nő az úgy fél, az nem tud aludni. Amint betörnek egy ilyen épületbe, ott egyből valószínű megszólal egy riasztó, és vannak bizonyos protokollok, amit követni kell, hogy ki hova megy, ki hol bújik el, és mit csinál, és beindul egy ilyen biztonsági rendszer. Ezeknek az embereknek egyből szerintem föl kellett állni, és kihúzni onnan, ahol voltak, és ott hagyták a laptopjaikat. Ezeket a laptopokat begyűjtötték. Ezek jó kezekben vannak most, tele bizonyítékokkal. Ezt is Charlie Ward és a két ember, akit meginterjúolt, meg lesz az osztva ez a videó, itt a csoportban angolul megvan, de ez benne van ebben a videóban. És ott Charlie Ward, illetve Charlie Wardot kérdezi meg egy másik fickó, vagy meg két emberrel beszélget, mind a kettő MI5, tehát a angol Secret Service-szerű biztonsági akármi, MI6, James Bond stuff. Tehát ezek a fickók ott dolgoznak, nagyon benne van a kezük mindenben, és tudják az információkat. Megkérdezte őket, hogy mit fog történni ez a következő 2 hétben, és megkérdezte tőlük azt, hogy ki lesz az elnök. Szerinted egyértelmű volt a válaszuk. Azt mondták, hogy a szőke srácnak még van legalább 2-3 adó a kezébe, amikkel még nem élt. Az egyik az, hogy marsola, a másik az, hogy egy hasonló törvény, amit életbe tud léptetni, hogy a katonaságot felhasználja. Ezeket még mindig nem jut hozzájuk. Mindent megtett eddig, hogy legálisan törvényeket használva meg tudja mutatni, hogy ezt a választást elcsalták. Azért kell ezt megtennie, hogy senki nem mondhassa később, hogy volt valami, amit nem tett meg. Tehát minden kicsi utat, mindent ki kell taposni és át kell járni. Azt mondták ők, hogy most Trump, a szőke srác, most Texasban van, és az ottani katonasággal, stb. Főzik ki a terveket szerintük arra, hogy mi legyen a következő 2 hétben. Milyen útot használjanak, a lehetőségek közül, ami még van, melyiken induljanak el. De egyik sem mondta azt, hogy ki nyert. Na most ezek mellett van egy szőke srácnak van egy videója. Lehet, hogy ez a szőke srác ez nem egy tiszteletre méltó dolog, de sokkal jobb ezt mondani, mint azt a nevét, és akkor letiltják ezt a videót. Tehát van egy videója, ami nagyon két féleképpen lehet értelmezni. Hogyha valaki azt a Húlyos Jóska szempontjából akarja értelmezni, akkor lemondott. Ha valaki azt egy nagyon patrióta szempontból nézi, akkor látja azt, hogy nagyon kimondja azt, hogy a hatalom átvétel, vagy hatalom átvitel, de ezt nem mondja ki, kinek a hatalma, és hova, meg milyen átvitelről van pontosan szó. És az utolsó mondatban a szőke srác azt mondja, hogy köszönöm azoknak, akik támogattak, és tudja azt, hogy kicsit csalódtak, viszont az igazi jó hír és az igazi jó dolgok azok még csak most kezdődnek. Ez az utolsó 1-2 mondat. Nem pontos fordítás, de egy ilyen nagyon-nagyon nagy reményt ad az utolsó mondatába azoknak, akik követik, akik támogatják. És nem mondta ki a Húlyos Jóska nevét, nem hivatkozott rájuk, tehát ez nem az volt, ahol elmondta, hogy ő vesztett, és valaki más nyert. Ez közel sem volt egy olyan beszéd. Ez egy nagyon két színű sorok közt olvasós beszéd, mert mind a két fél, amit el akar ezzel érni szerintem, az, hogy megnyugtatja őket, hogy oké, nyugi,
jó helyen vagytok, jó csináljátok a dolgaitokat. Viszont egy hatalmas reményt ad a saját embereinek, ugyanabban a beszédben. Tehát ez még semmit nem jelent. A sakkmester, azt tudni kell. És az Art of War, Timsu a neve, aki írta az Art of War-t, abban nem van írva az, hogy hitesd el az ellenféllel, hogy nyert, és te vágd le a fejét. Körülbelül ez, erre lehet számítani. Ez sem szó szerinti fordítás. Okay. Érdekes dolog az, hogy 9-kor, reggel 9-kor, most ugrok egy másik témára, reggel 9-kor megjelent egy hír, hogy a szürke srác emberei a Kapitóliumnál rendőrséggel hadakoznak és betörtek a Kapitóliumba. Ez reggel 9-kor megjelent. Valahol. Ezt is láttam kifényképezve. Ez délután 3 és 4 között valahol akkor történt. Délután és 3 és 4 óra között történt. Nem reggel 9-kor, de valahogy ezek ilyen Nostradamus-szerűen írják az újságot. Érdekes tény. Azokat, akik lehet látni fényképeken, van ez a viking gyerek, meg van egy másik ilyen szakállas. Nem egy tipikus kinézet olyanoknak, aki a szőke gyereket támogatja. És ezeket az arcokat lehet látni különböző... Mit találtam ki erről? Antalfa. Antalfa. Csoportokba. Tehát ők azok az emberek. Olyan poló is van rajta az egyiken. Tehát ez nem kérdés, hogy ezek az emberek kik és miért csinálták azt, amit csináltak. De ezt ki lehetett használni arra, hogy egy-két laptop gazdát cserélt a Kapitóliumon belül. Biztos, hogy azt hallod mindenhonnan, hogy ez már el van döntve, meg a Húgyos Jóska nyert, és a szőke gyereket még letartóztatják, meg sok hülyeség. Amíg a szőke gyerektől nem hallod azt, hogy a Húgyos Jóska nyert, addig a Húgyos Jóska nem nyert. Ez biztos. Tehát addig lehet addig félni, meg lehet addig aggódni, meg lehet addig bármit csinálni. Nem érdemes, fölösleges, mert úgyis meg fogjuk tudni a szőke gyerektől, hogy mi lett a végső döntés. És ameddig ő nem egyezik bele abba, 20-áig, ha ő nem egyezik bele abba, hogy a Húgyos Jóska nyert, addig a Húgyos Jóska nem nyert. Mert ez ilyen. Ameddig lehet bizonyítani, és van bizonyíték arra, hogy itt valamit csaltak, addig ennek nincs vége. És egyelőre ennek nincs vége. Ennyi körülbelül, nem tudom, hogy mi van még itt, amit lehet, hogy elfelejtettem amit. Most végignézem még egyszer a szélzetet. Van egy érdekes dolog, hogy ez a nemzet nem halott, ezt Amerikára mondják, ez a nemzet nem halott, ez a nemzet csak elkezdett fölébredni, most jön életre. És ez érdekes, mert ebben az országban nagyon vakok az emberek, nem tudják mi az, hogy kommunizmus. Nem tudják, mi az, hogy szocializmus. Nem éltek igazából kereszt, nem éltek át egy háborút. Tehát a mi keresztanyáink, vagy a mi nagyapáink, nagyanyáink megéltek egy háborút. Ez nagyon sokat számít, hogy nevelik a gyerekeiket. Itt voltak katonák, akik megéltek háborúkat, és azoknak a gyerekeik a patrióták ma. De akik nem éltek meg háborút, nem volt közük a háborúhoz, azok teljesen el vannak tájolva. Fingjuk nincs az, hogy arról, hogy mi történik a nagyvilágban. Ezért nagyon könnyű őket megvezetni, mert buták. Ez szomorú, de ez így van. És nagyon sokan nem is törődnek azzal, hogy mi lesz ebből az országgal, mert nem érdekli őket, mert, azt hiszik, mert bíznak abban, hogy a tévé az majd elintézi, meg a politikusok majd elintézik, amit te meg én valószínűleg sokkal jobban tudunk, hogy ez nagyon nem így van. Én most beszélgettem egy-két emberrel, érdekes nézőpontokat kaptam arról, hogy milyen szinten lehetnek emberek. Tehát most olyanokra gondolok, akik reptéren dolgoznak, meg ilyen emberkékkel. És ez érdekes, mert annyira nincsenek képbe, hogy az félelmetes. És ezekkel nagyon könnyen el lehet hitetni bármit. És nagyon sok helyen bemész valahova, és megy a CNN. Csak úgy a háttérben. Kávézó, étterem, konditerem, most konditeremben nem voltam mostanában, de szálloda, megy a CNN. És ezek észre se veszik, hogy folyamatosan bombázzák őket a hülyeséggel. Na, körülbelül ez mai esti kis búcsúzó. Sziasztok!
Mindenkinek szép napot kívánok!